közhelyszerű talán ez a megfogalmazás, de az egész világ forrong valamilyen értelemben, és nagy változások előtt áll. Hogy látja püspök úr, mi az egyház feladata ebben a mai változó világban? Nem kétséges, hogy akkor teszünk eleget Jézus szándékának, ha mi a béke megteremtői vagyunk, bár joggal vetheti bárki ellene, hogy hát itt is voltak a keresztények, akkor mégis hogy alakulhatott ki ez a konfliktusokkal teli helyzet. Nekem Babits verse jut mindig eszembe, hogy kart ha csőren, vér ha csobban, csak az ember vétkes abban. Tehát egész biztosan állíthatjuk, hogy Isten a béke ura, és akik hozzátartoznak, azok szintén a békességnek a szolgái. Tehát ha mégis békétlenség van, akkor annak csak az lehet az oka, hogy elhatalmasodott, vagy elhatalmasodik az emberi bűn, tehát azon kellene változtatni. Az egyház kezdettől fogva arra kapott küldetést, hogy Jézus Krisztus evangéliumának értelmében a szeretet hirdetője és tevékeny megvalósítója legyen. Tehát csak az mondhatja magát kereszténynek, Krisztusinak, aki ebben a szellemben él, nem csak a templomban, vagy főként nem csak a templomban, hanem a családban, a munkahelyen, a társadalmi élet különböző területein. Mindazok ellenére, hogy mennyi sok terrorcselekményről, háborúról hallunk napjainkban, meggyőződésem, hogy mindez a hit gyengeségére vagy hiányosságára val, tehát ilyen helyzetben is tud a hívő ember a béke hírnöke, apostola lenni, csak komolyan kell venni a hitünket, komolyan kell venni az evangéliumot, és akkor is, hogyha más vallásbeliekkel kerülünk, úgy tűnik ellentétbe, hiszen néhány nappal ezelőtt Franciaországban misézés közben gyilkoltak meg egy katolikus papot, és innentől kezdve nehéz azt mondani, hogy itt nincs vallások közötti ellenségeskedés. Nekünk nem szabad ezt a kesztyűt felvenni, tehát semmiképpen sem szabad a erőszak eszközeihez nyúlni, hanem meg kell maradni az evangéliumi alapon, tehát minden körülmények között kell folyton a békéről, a szeretetről beszélnünk, és a szeretet cselekedeteivel kell meggyőzni ellenségeinket is, vagy ellenfeleinket is a béke fontosságáról. Meggyőződésem, hogy csak ez hozhat a mai világban békét. Annak idején 6. Pál azt mondta, hogy ha békét akarsz, akkor küzdj az igazságosságért. Valószínűleg e körül van a legtöbb baj napjainkban. Egy olyan igazságtalan társadalmi helyzet alakult ki különböző kontinensek között, de bátran mondhatjuk, csak a saját kontinensünket nézve is igaz ez az állítás, hogy ez már valóban megoldást igényelt, csak sajnos a megoldás útját a hatalmasok, akiknek ez módjukban állt volna, nem azon az úton keresik, amely egy békés átmenetet, az igazságosság békés helyreállítását eredményezhette volna. Európa a keresztény értékek védelmezője volt 1500 éven keresztül. Hogy látja most ebben a mai helyzetben Európa keresztény jövőjét? Itt látom éppen a problémák forrás gócpontját, hogy sajnos Európában a kereszténység meggyengült. Kevesen vannak, akik a hitük szerint élnek, és áldozatok árán is készek az evangélium útján maradni, és szükségszerűen ilyen helyzetben, amikor maguk a politikusok is csak elvétve találunk egyet-kettőt, akik a keresztény értékeket fontosnak tartják, tehát ha ők, akiknek feladata az, hogy az egyes társadalmakat európai egységbe, európai közösségbe, egyfajta együttműködésbe vonják, akkor bizony nagy baj van. Nekünk, magyaroknak azt gondolom, hogy örömteli dolog az, hogy az alkotmányunkba is belekerült a keresztény értékekre való alapozottságnak a maradandóságát hangoztató passzus. Kell, hogy ezt a valóságban is megtegyük.
különösen így Szent István király emléknapjához közeledve még inkább kell arra gondolnunk, amit mindig Szent István király napján olvasunk az evangéliumból, hogy sziklára kell építeni, és ez a szikla csak a Teremtő Isten törvényei lehetnek, minden más csak ideig, óráig tart, és ez a 2000 éves törvény, ez nem igényelt revideálást, mert ez míg ember él a Földön, mindig érvényes lesz. Törekedjünk arra, hogy ez az értékrend sokak számára, ha nem is sajátja, de elfogadott legyen. A nem hívő ember számára nyilván nehéz belátni ezeknek a törvényeknek a szükségességét, de meggyőződésem, hogy az ő boldogulásukat is csak ez szolgálhatja. Tehát tegyünk meg mindent azért, hogy őket szeretettel meggyőzzük, vagy fölnyissuk a értelmüket arra, hogy belássák, hogy igazában akár a 10 parancsolatról beszélünk, vagy az evangélium más értékeiről, egyértelműen látható, hogy alapvető emberi értékek jelennek meg ebben, és ez nem valláshoz kötődik. A Teremtő Isten adta ezt nekünk, aki teremtett bennünket, tehát tudta, hogy mire van szüksége az embernek, hívőnek, nem hívőnek egyaránt, és csak ezek az értékek tudják földi életünk boldogulását szolgálni. Csöppet most szűkítjük a kört akkor, ugye Magyarországon vagyunk. Ön, mint a püspöki konferencia elnöke, nyilván külön felelősséggel is és rálátással is bír a magyar egyház helyzetére. Hogy látja, milyen helyzetben van ma Magyarország a kereszténység szempontjából? Ha azt mondom, hogy nehéz helyzetben, akkor lehet, hogy közhelyet mondtam, de sajnos ez a valóság. Be kell látnunk, hogy napjainkra megérett az ateista diktatúra ideológiai terméke, vagyis most már bőven szülők, sőt nagyszülők azok, akiket tudatosan igyekeztek hittel, egyházzal, vallással szemben nevelni. Az egyházat, a hitet, azt próbálták a babonaság, a primitívség szintjére lehúzni, és sajnos azt már tapasztaljuk a mindennapi életben is, hogyha valamit gyakran mondanak, mindig lesznek, akik kritika nélkül azt el is fogadják, és azt hiszik, hogy az a modern, az a haladó, ha valaki nem vallásos, nem hívő, nem tartozik az egyházhoz. Én bízom benne, hogy azért látszik legalábbis, hogy van kialakulóban egy nagyon tudatosan a kereszténység, a hit felé, az egyház felé forduló fiatal réteg. Nem, számban nem nagy, kétségtelen, de sohasem a nagy tömegek hoztak változásokat a társadalomban, hanem mindig egy szűk, egy maroknyi csoport, aki hitéből tudott táplálkozni, és tudott áldozatok árán is tenni másokért. Meggyőződésem, hogy ilyen emberekre van szükség. A könnyen megalkuvó, könnyen kompromisszumot kötő, a így is jó, úgy is jó mentalitás nem vezet sehová. Az nem szolgálja az adott személy boldogulását sem, de a társadalomét egészen biztosan nem. Minden közösségben világos értékrendre van szükség, legyen az család vagy társadalom egyaránt, ezt az értékrendet pedig meggyőződésem, hogy az evangéliumban, a 10 parancsolatban találhatjuk meg. Tehát visszatérve a kérdéshez, nehéz helyzetben vagyunk, de nem reménytelen. Most a krakkói világifjúsági találkozó is egyértelmű üzenetét adta annak a hazaérkezőktől. Hallom az élménybeszámolókat, hogy mindnyájuk számára ez a hitben és az egyházhoz való tartozásban egy nagy megerősítés volt. Ezt a fölpesdülést kell újra és újra megfogni, kanalizálni, hogy ez tartósan szolgálja a nagyobb közösség javát is. Püspök úr júliusban 1000 éves egyházmegyének lett a főpásztora, egy Szent István alapította egyházmegyének. Mit gondol, Csöppet megismerve az egyházmegye helyzetét most már, mi a legfontosabb, amit itt a Győri egyházmegyében el kellene érni, vagy el szeretne érni? A közel 3 hét ellenére sem merem mondani, hogy már ismerem az egyházmegye helyzetét, úgyhogy inkább a válaszom egy kicsit általános az egész országra kitekintve. Amit legfontosabbnak tartok, az, hogy akik megvallják a hitüket, egyházhoz tartozásukat, azokat közös cselekvésbe vonni,
kellenek olyan közösségi események, amelyek ezekben az emberekben megerősítik a hitet, a Krisztushoz tartozást, és ugyanakkor bennük erősíteni azt a missziós szándékot, ami az egyház alaptermészetéhez tartozik. Az egyház természeténél fogva missziós kell, hogy legyen. Jézus azért küldte az apostolokat a világba, hogy minden emberrel megismertessék az evangéliumot. Azt gondolom, hogy ez a mentalitás egy kicsit talán a mai világban alább hagyott. Nem akarnék mindig az ateista diktatúra idejére visszautalni, de sajnos meg kell tenni. Onnantól kezdődően látszik, hogy az emberekben van egyfajta rejtőzködési szándék, akik vallásosak a természetükből, szándékukból fakadóan nem mindig mernek a nyilvánosság elé kiállni a saját vallásos meggyőződésükkel. Ennek sok oka lehet, talán ez a rövid interjú nem alkalmas, hogy kifejtsük részleteiben, de biztos vagyok benne, hogy ezeknek az embereknek kell olyan tartást, megerősítést adni a közösségi istenélményeken, imádságokon keresztül, amellyel képesek arra, hogy bátran fölvállalják a világban keresztény voltukat, és ezt ne csak szóban tegyék, hanem tettekben is cselekedjenek, és meggyőződésem, hogy az a bátortalan visszafogottság, ami talán még az elmúlt 25 évben is, tehát gondolok itt a politikai változások óta eltelt időre, jellemezte a keresztényeket, hogy persze-persze részt kell vennünk a társadalom életében, de a politikától egy kicsit úgy távolság tartóan, mert az mindig gyanús, az mindig valami sötét dolog, meggyőződésem szerint ezzel szakítanunk kell, és tudatosan keresnünk kell, vállalnunk kell a társadalomban ilyenfajta szerepeket is, hiszen csak így remélhetjük azt, hogy a krisztusi küldetés szerint képesek vagyunk, és tudjuk a társadalmat alakítani a keresztény értékrend szerint, egyértelműen kimondva a dolgot, Krisztus országát, Isten országát építeni már itt a földi életben is. Ez a küldetésünk.